Apró, ám de takaros, szerszámokkal és javított, illetve javításra váró cipőkkel teli műhelyében fogadta stábunkat Majlinger János, cipész. A Technikum városrészben dolgozó szakember már 41 éve foglalkozik cipőjavítással. Szakmáját tekintve többek között mechanikai cipőgyártó, dolgozott is a cipőgyárban, amelyről nagyon jó emlékei vannak. Mindig is érdekelte a szakma, tudását nem az iskolapadban ülve szerezte. Cipőjavításra 41 éve lesz szeptemberben. Én is úgy kezdtem, hogy voltam egyik, voltam másik a régi kollégáknál, és akkor azokat a szakmai fogásokat, meg egyéb dolgokat, jó, hát fizettek valamennyit, nyilván, de azokat ugye ellestem, aztán ennyi. És egyébként hát mondtam, hogy mechanikai cipőgyártóként kezdtem, ott végeztem az iskolába, én is úgy lestem el. De valamikor ezelőtt 40-valahány éve volt még voltak kézi cipészek, amik kimondottan ezt tanulták. Csak akkor én nem voltam ezen a pályán így. Én nekem tetszett a gyár. Tehát abban az időben, a 60-as évek vége, 70-es évek elején úgynevezett flexi gyártás volt, tehát varrott, bőr volt minden, a talpat, úgy volt, még a legkisebb bébi cipőre is. Tehát nekem tetszett az illat, meg jó közösség volt. Tehát volt igazi brigádmozgalom, stb., amiben az ember jól érezte magát. Jó főnökeim voltam, nagyon szerettem őket. Én a 40-valahány évet, amit ott lehúztam, én ott nagyon jól éreztem magamat. Majlinger úr műhelyében egyébként a lehető legkülönfélébb lábbelik sorakoznak a polcon. A forgatás kezdetén kollégánk egy kérdésére meg is jegyezte, hogy mindent is meg lehet javítani. A vásárlókat tekintve pedig a legkülönfélébb problémákkal érkeznek hozzá. Ugyanúgy vállalja az edzőcipők javítását, mint például a bőrből készült lábbelik megújítását. Gyakori probléma a szakadás, kopás. Kiemelte, egy-egy lábbeli esetében például a talp cseréje után szinte egy új cipővel távoznak az ügyfelek. A legtöbb probléma az edzőcipőkkel kapcsolatos. Kéregbélés, kiszakad. Most itt például, hát mondjuk ez... Tehát itt elrongyolódik ez a része, ugye, hogy az embernek mozog a lába benne, meg a ragasztás. Tehát ezek a ragasztás, meg az ilyen fajta, de egyébként minden. Nyilván sarkalás, talpalás, tehát most is van olyan, ami jön valami jubileumi megmozdulás, tehát táncikálnak a lányok, fiúk, és akkor meg ugye kérik a bőrtalpot. Tehát akkor, mert ugye ennek csúszni kell, kopogni kell, tehát ez a férfibe is van ott fönt, akkor ezek. De végül is mindennel elszakad, megveszik ezt a sok kínai vackot, hogy úgy mondjam, és akkor kis gyenge, semmit érő anyag, elszakad, csak meg kell varni, hát azért nem lehet eldobni. Nyilván, hogy... De vannak itt komolyabb cipők is, amik a bőr például, ugye a beton az kikoptatja, és akkor az kipótolja az ember, tesz rá vékony talpat, csúszásgátlót, és onnantól kezdve új cipője van tulajdonképpen. Már azért egy bőrcipő most mai nap több 10 000 forint. Tehát ami valamire való, amelynek a talpa is bőr már. Tehát nem lehet eldobni. Hát ez egy olyan körzet, azért itt nem olyan úgynevezett milliómos negyed technikumi városrész, de mondom, jönnek a barátságuktól kezdve a Vasmiút, tehát a városban mindenhonnan, főleg most szegény kollégám is megszűnt, mert meghalt tavaly, ő volt még velem, ugye a Dózsai úton, nagyon sajnálom, akkor azért úgy megoszlott, akkor azért úgy jobban éreztem én is magam, neki is volt munkája, nekem is volt munkám, de hát ő sincs már, úgy tulajdonképpen, aki úgy nagyjából mindent elvállal, az csak én vagyok. Mondjuk a kollégám se vállalt ragasztást, mert nem vállalt, mindig kütélde hozzám. Úgyhogy megbeszéltük, megcsinálom, mondom, ha meg tudom, megcsinálom. Tehát hoznak mindenféle fajtát. Megveszi, az interneten megrendeli, képen nagyon szépen jól néz ki. Itt van például, ebből kettő is van. Tavaly volt olyan, hogy zsinórba hozták a szandálokat, megrendelték az interneten, és rövid volt a pántja. Most akkor azokat át kell variálni, úgy hasonló színbe, hogy be tudja csatolni a lábán. Ennek meg az volt a baja, hogy nagyon bő volt. Tehát ez is egy internetes szandál. Mind a kettő. Úgyhogy ilyenek vannak.
És akkor az ember nyilván, hogy megcsinálja, meg csatolópántot csinálni, meg aztán a nadrág szídukasztástól kezdve, ami bőrrel kapcsolatos azért, ugye táska, de hát én táskát nem vállalok, de aki nagyon tudja, hogyan kell hozzám szólni, annak egyszerűbb, akkor azért ezt megcsinálom, de nem vállalok táskát. Úgyhogy ilyenek vannak. A Bercsény utca 7 alatt dolgozó tapasztalt szakember hivatalosan minden nap délután 3-tól este 6 óráig dolgozik, de a gyakorlatban a hét minden napján kereshetik az ügyfelek. Pontos, gyors és mindig betartja az ígért határidőket. Ha sok a munka, képes éjszaka is dolgozni, vagy ha kell, hajnalban. Én minden nap elérhető vagyok. Tehát én azon kívül, hogy tavaly kórházba kerültem a térdemmel, hogy protézist tettek be, azon kívül én állandóan itt vagyok. Tehát ilyen nincs, hogy nincs nyitva, meg olyan sincs, hogy nem kész. Itt még a 40 év alatt, vagy 41 év alatt olyan nem volt, hogy valaki kétszer jött volna, mert ha ne haragudjon, nem kész a cipő. Ilyen nincs. Akkor én itt maradok tovább, vagy lejövök hajnalba, de az tuti. Ez sok mindent lehet rám mondani, de hát ez az elsődleges. Egy szakembernek, hogy ha elhalál valamit, akkor az határidőn belül legjobb tudása szerint megcsinálja. Mert én is olyan vagyok, hogyha valakinek szólok, azt mondja, ekkor jön és nem jön, aztán még egyszer, hát én abban nem foglalkozok tovább. Hát nyilván, mert nagyon sokat olvasok a Facebookon is, hogy keresnek hűtőszerelőt, keresnek ilyet, olyat, és na, átveri őket meg, stb. Nem akarok én bántani senkit, de ez az első, na. Itt kezdődik egy ember, hogy szavát, amit kiejtett, az úgy legyen. És akkor oda-vissza megy a dolog. Majlinger János szakmája jeles képviselője gyakorlatilag egyedül javítgatja a település és a környék lakóinak a lábbelieit. Az elmúlt 41 évben nagyon sokan látogattak el hozzá, érthető módon kedvelik is az emberek. Bízzunk benne, hogy még sok-sok évig tud segíteni azoknak az embereknek, akiknek szükségük van a hozzá hasonló, hétköznapi hősökre.